Derviska, viska, mame, derviska, viska, derviska, viska, mame, zemaj, memene, derviska, viska, mame, zemaj, memene. A Gyidó Kultúrkör Beregine énekegyüttese nyitotta meg a Nemzetközi Becsei Folkfest második estjét. A közönségnek alkalma volt élvezni a Pasjanka Kultúrkör néptánc együttesének fellépését, akik a koszovó és metóhiai Pasjanéból érkeztek, és akik ragyogó népviseletben gnyilanetái néptáncokkal mutatkoztak be. Másod ízben vagyunk itt. Ami boldogát tesz bennünket, és amivel a leginkább dicsekedhetünk, az a népviseletünk, amely abból a szempontból különleges, hogy teljes egészében kézi munkával készült. Erre vagyunk a legbüszkébbek. A romániai néptánc együttes, akik az ország északnyugati régiójából Szalacsról érkeztek, vidékük táncaival és dalaival mutatkoztak be. Két tánccal mutatkoztunk be, az egyik az észak régióból, Szucsavából, Kodru településről való, a másik pedig Muravidékről. Először vagyunk ezen a fesztiválon, és nagyon jól érezzük itt magunkat. Tetszik a rendezvény. A fesztivál második estjét a trebinyei Alát városi kultúrkör tette még tökéletesebbé, akik a néptánc mellett fellépésüket ősi hangszerek megszólaltatásával fűszerezték. Hagyományos népviseletünk van, amely 100 éves múltra tekint vissza. Ez az eredeti népviselete ennek a néptáncnak. Természetesen hercegovinai táncokkal mutatkozunk be, és egy gyorsabb ritmusú tánccal is, hogy megmutassuk táncaink minőségét, és hogy egy teljesen más oldalunkról is láthasson bennünket a közönség, mint amilyenek vagyunk valójában. A közönség élvezhette továbbá a magyar néptáncokat is, melyeket az Óbecsei Petőfi Sándor magyar kultúrkör tagjai adtak elő, akik minden évben részt vesznek a Becsei Folkfesten. Nagyon szeretünk jönni, és mindig eleget teszünk a társainknak a felhívásának. A mai nap felcsíki és báskai táncokat fog táncolni a Csipelyke és Kis Cibora tánccsoportok. Most épp felcsíki viseletbe vagyunk felöltözve, a női viselet ilyen fehér blúzos, fehér kötényes és ilyen vastagon szőttes anyagból áll. A férfi viselet meg általában székelyharisnyában, most mi fekete nadrágot húztunk fel a felvonulás véget. Franciaországnak szokatlan fellépése volt. A provincia művészei a balett elemei mellett érdekes színpadi kellékeket is használtak. Fából készült gerebjéket, vellákat és fonott kosarakat. Két tánccal mutatkoztunk be. Bemutattuk, hogyan dolgoznak a farmerek a réten. A másik tánc koreográfiáját önállóan találtuk ki 10 évvel ezelőtt. 19. századbeli népviseletben táncolunk. Különben először vagyunk Szerbiában, és nagyon tetszik itt nekünk, mert az emberek kedvesek, az étel pedig ízletes. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Nagy szimpátiát váltott ki Isztra az oroszországi testvérváros Phoenix koreográfiai stúdiójának fellépése.
A színpadon ragyogtak az ohridi biszeri néptáncosai is, akik a dzsidó kultúrkörrel már több éves barátságot ápolnak, és akik a fesztivál harmadik napján is fellépnek. A grúziai, az egyiptomi, az oroszországi és a szlovéniai néptánc együttesekkel együtt, továbbá a pancsovai Stanko Paunovic kultúrkörrel és a házigazdák néptáncosaival is.